Az ígéretek ellenére nem kezdődtek el a 15 éve üresen álló Marosvásárhelyi fedett műjégpálya befejezésének munkálatai. A 15 hónapos határidővel rendelkező felújítást a bejelentések szerint ma kellett volna elkezdeni. Az Országos Beruházási Társaság bejelentése értelmében augusztus 24-én kellett volna elkezdjék a munkálatok folytatását a Marosvásárhelyi fedett műjégpályán. A munkálatokra elkülönített 30 millió lejt a tetőszerkezet megerősítésére, új berendezések vásárlására és a hosszú elhanyagolás miatt keletkezett károk kijavítására szánják. Mindenre a határidő 15 hónap. A fedett pálya épületénél a stábunk ma senkit sem talált. Mára ígérték meg a háttérben látható Marosvásárhelyi fedett műjégpálya felújításának folytatását, de a helyszínre érve híradónk egy üres épületre talált. A munkálatok jól láthatóan az ígéret ellenére sem kezdődtek el. A jégpálya befedését 15 éve, 2007-ben kezdték el, de 2013-ban leálltak a munkálatok. Az épület azóta üresen áll. Kui Csaba jégkorongedző szerint nagyon szomorú, hogy a jégpálya évek óta működésképtelen, annak ellenére, hogy Marosvásárhelynek nagy szüksége lenne rá. Síralmas. Én edzőként csak ezt tudom mondani, hogy sajnos, hogy egy ilyen városnak, mint Marosvásárhely, egy ilyen épület itt álljon tizen akárhány éve, és nem tudják üzembe helyezni, ez elég nagy gond. Én nem szeretnék hibáztatni senkit, és nem is az az én dolgom, hogy hibáztassam az embereket. Én edzőként csak azt látom, hogy nagy igény lenne rá. Híradónk stábja magyarázatért kereste a Maros Sportklub igazgatóságát, de a teljes vezetőség pihenő szabadságát tölti, így nem volt ki felvilágosítson arról, hogy miért nem kezdődtek el a munkálatok.